Jó, rendben. Tehát én... Most azt nem tudom, hogy az időt kimérje. Nem tudom, neked mennyi időd van erre most? Hát egy darabig elbeszélgethetünk, hogyha az egész úgy látjátok, majd úgy alakul, hogy van értelme. Akkor én ráérek egy darabig, egy órát ráérek, csak az időt mérje valaki a 2 percet? Úgy értettem. Itt? Vagy ja. Méritek ti? Vagy hogy gondoltad? Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Várjál, a moderátorom is kiment? Vagy mit csináltam? Nem, egy valaki még van itt. Csak nem látom a nevét, Domo úgy kezdődik. Nem, ő vele fogok beszélgetni. Ja, Robi. Ő meg én. Meg a Robi. De figyelj, itt tudják mérni a srácok, és akkor csak vagy nem tudom, mi a megoldás. Behívtam, nem tudom, hogy került ki a Betty. Visszatér. Én vagyok, én léptem véletlenül. Az a legjobb, ha ő méri. Ja, ja. Jó, akkor ő méri. És akkor csak mindig szól, mikor lejár a 2 perc, azt akkor abba hagyom. Szóval akkor igyekszem akkor ezt a 2 percet, már elég nehéz nekem ezt betartani, igyekszem. Szóval mi abban hiszünk, hogy Krisztus már egy preexisztens személy, aki a létezés előtt is élt, és mivel az atyától született, az atya szülte, ő ránézve, és ő benne áll fönn, és őre tekintve áll fönn a világ mindenség, a föld és minden. És szeretnék egy ilyen ószövetségi ígét is felhozni annak kapcsán, hogy bizonyítom a fiúnak az istenségét. A Dániel 7.13-hoz lapoz, ha megteszed, ott azt írja, hogy látám éjszakai látásokban, és az ének felhőiben, mint valami emberfia jön, és megy az öreg korúhoz, és elejébe vivék őt. Majd a Márk 14.61-62, amikor a főpap ugye kérdezi Jézust, hogy te vagy a Krisztus, az áldottnak fia? Azt mondja Jézus, én vagyok. Meglátjátok majd az ember fiát, amint ott ül a hatalmas Isten jobbján, és eljön az ég felhőin egy minden hatalommal bíró mennyei lény beszélt itt önmagáról, és hitünk szerint a Dániel 7.13 az beteljesedett Jézus Krisztus eljövetelében. Akkor én most itt megállnék, és szeretném, hogy reflektálj erre a 2 ígére. A moderátor, hogy hívnak, ne arra, hogy Betty, jól emlékszem? Igen, Betty vagyok. Szólnál, hogyha van 10 másodpercem hátra? A két percből, ha van 10 másodpercem. Vagy nem miért? Nem, szóval. Abban úgy... De igen. Csak, ha 10 másodperc. Rendben. A Dániel... ugyanazt a kifejezést használja, hogy ember fia. És ő az, aki érkezik ebben a látomásban. Én csak az én álláspontom a következő ezzel kapcsolatban. Én elfogadom magát a preexisztenciát, mint az atya szava. És azt hiszem, hogy ebben talán megegyeztünk. A kérdés az volt a múltkor is, hogy mit jelent az, hogy ő az atya szava. És hogyha elkezdjük használni azt a terminológiát, amit ismerünk, ez a lényeg, személy, stb. Ezeket, akkor én azt mondom, hogy nem azonos természetű a fiú és az atya, függetlenül attól, hogy az atya nemzette. Én ezt elfogadom. Az, hogy itt emberfia van, és a Márkban azt mondja, hogy az emberfia,
Bár én azt is aláírom, hogy ez ugyanaz a karakter, akiről szó van, de ez nem bizonyítja azt, hogy ez a kettő azonos természetű, különösen nem azért, amit többek közt olvashatunk, mondjuk János 17-es fejezetben, a 22-es versben. Azt mondja, hogy és én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, ő nekik adtam. A 24-es versben pedig azt mondja, hogy az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél a világ alapjának felvettetése előtt. Szóval ez demonstrálja azt, hogy létezett a fiú a világ alapjának felvettetése előtt, azonban a dicsőséget az atyától kapta, ami azt jelenti, hogy neki nem volt meg ez a dicsősége csak úgy a természetétől fogva. És ez számomra azt demonstrálja, hogy a kettő nem egy természetű. Van egyéb vers, csak nem akarok most rengeteget itt felsorolni, mert aztán nehéz ezt reagálni rá. De igen, Márk 14.61 és ez a Dániel fejezet, az a fiúra utal, ám érdekes módon a 13-as versben a B része azt mondja, hogy és méne az öreg korúhoz és elejébe vivék őt. És ez az öreg korú, ez nem más, mint az atya. És azt mondja, hogy és ad a neki hatalmat, dicsőséget, országot, kell a töltő. Ad a neki hatalmat, dicsőséget, országot, minden nép, nemzet, nyelv neki szolgálat. Szóval, ha lenne neki hatalom, dicsőség, ország, akkor nem lenne szükség arra, hogy azt megkapja az atyától, ami megint csak az demonstrálja, hogy a kettő nem ugyanaz. Nem, hogy nem ugyanaz a létező, hanem nem is rendelkezik ugyanazzal a hatalommal. De itt meg... Tehát akkor azt mondod, hogy Jézus Krisztus és az atya az nem egyenlő? Semmilyen körülmények közt nem egyenlő. A dilemma csak az lehet, hogy vajon az a természete megvan. De hogy egyenlő-e vagy nem, azt nem is hiszem, hogy kérdés lehet az írásokból, ha most hatalomra gondolok. Akkor szeretném felolvasni neked a Filippi 2.6-ot. Lapozz oda. Aki, amikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánya azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Tehát itt azt mondod, hogy nincs ilyen a Bibliában, hogy a fiú az Istennel egyenlő, tessék, Filippi 2.6. Hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát és engedelmes lett haláláig, mégpedig a keresztfának haláláig, annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki oly nevet, amely minden név felett való, hogy Jézus nevére, csodálatos, Jézus nevére minden tért meghajoljon, mennyeieké, földieké, és föld alatt levőké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Elolvastam neked egy egyszerű fordításban, mert úgy szerintem még szemléletesebb. Ő ugyanis minden tekintetben Istenhez volt hasonló, sőt, egyenrangú volt Istennel. Ehhez azonban nem ragaszkodott mindenáron, mint jogos tulajdonához, hanem mindenről önként lemondott, és beleegyezett abba, hogy szolga legyen, amikor a földön megszületett és emberré lett, valóban olyan is volt, mint egy szolga, amikor külsejét tekintve úgy élt, mint egy ember. Megalázkodott és tökéletesen engedelmeskedett az Istennek, azaz az atyának. Még akkor is engedelmes volt, amikor emiatt meg kellett halnia. Igen, a kereszten történt halál a pillanatáig engedelmes maradt. Ezért azután Isten legmagasabb méltóságra emelte, olyan nevet és hatalmat adott neki, amely minden más név és hatalom fölött áll. Isten azért tette ezt, mert azt akarja, hogy Jézus nevére mindenki hajoljon meg. Igen, Jézus előtt minden személy hódolattal meg fog hajolni a mennyben, a földön és a föld alatt is. Én itt vagyok. Csak lehet, hogy töltenem kell a telefont közben. Nincs gond.
Azt mondtad, hogy nem egyenlő az atyával, holott a Filippi 2 azt mondja, hogy egyenlő az atyával. Igen, abban a versben azt mondja, amit feltételezem, arra gondolsz a hatos, amikor Elohimnek formájában volt, és nem tekintett a zsákmányok azt, hogy Elohimmel egyenlő. Akkor, hogyha Elohimmel egyenlő, akkor meg kellene azt vizsgálnunk, hogy mit értünk azzal, hogy egyenlő, hiszen néhány verszakkal később azt mondja, hogy annak okáért az Isten felmagasztalta őt, és ajándékozott neki olyan nevet, amely minden név fölött való. A dilemma az, azt én nem vitatom, hogy ő lehet Istennek formájában. Most, hogy a forma mit jelent, morfé ebben az esetben, hogy mi egyáltalán mit értünk az alatt, hogy Istennek formája, azt nem tudom. Pontosan. Hát, az még... Emberi testet öltött, azt nyilván megmondja, hogy a szűzön keresztül született, és nevezét nevé Immanuelnek. Ugye ezt írja az Izaiás... Szül fiat, és nevezé nevé azt Immanuelnek. Aztán az Izaiás 6 azt is mondja, hogy tanácsosnak... Most csináljuk úgy, hogy 2 percenként, vagy nem? Mert én vártam 2 percet. Bocsánat, igen. Csak kíváncsi vagyok rá, mert ha nem, az is lehet, csak akkor versenyeznünk kell majd, hogy ki beszél. Nem, igazad van, meghallgatlak 2 percben. Oké. Okay. Szóval azt mondja, hogy annak okáért az Isten felmagasztalta őt. Úgyhogy ez az első probléma, ami... szembe kell nézni annak, aki azt mondja, hogy egyenlő Istennel, hisz hogy magasztalhatja fel Isten, ráadásul ki ez az Isten? Szóval az egyik kérdés ezzel kapcsolatban az lenne, hogy ki az Isten, aki felmagasztalja ezt a másik Istent? És hogy lehet az, hogy egyáltalán Istent fel lehet magasztalni, és ajándékozni lehet neki egy nevet? Mikor ha a névre gondolunk, akkor visszatérünk mondjuk a Mózes első könyve, első-második fejezethez, amikor Ádám elnevezi az állatokat, ami azt jelenti, hogy azok az ő fennhatósága alá tartoznak. Mint ahogy Isten elnevezi Ábrámot Ábrahámnak, vagy elnevezi Jákobot Izraelnek. Ugyanúgy elnevezi ezt a karaktert is, aki Jahusua HaMasiach vagy Jézus, szóval azt jelenti, hogy hatalma van felette. Ez az egyik. Utána, ha megyünk tovább, a 11-esben azt mondja, hogy minden nyelv vallja, hogy Jézus vagy Jahusua Úr, azaz gazda, az Atya Isten dicsőségére, ami megint csak azt jelenti, hogy van 2 karakter, aki különböző egymástól, az egyik az gazda, vagy mester, vagy úr az egész világ fölött, az Atya pedig Isten, vagy hatalmasság, és az ő dicsőségére van. Szóval, ha elfogadjuk, hogy ezt az egészet teljességében olvasok, akkor vagy van egy ellentmondás ebben a szakaszban, és egyszer azt mondja, hogy Isten, aztán meg mégiscsak van egy rajta fölötte álló Isten, vagy az az Isten, amiről beszél, hogy Isten formájában van, az nem azt jelenti, hogy ő az egy mindenható Isten, hanem ő Isten formájában van, mint egy spirituális létező. Szóval ez az én válaszom erre. Majd jó, én most csak annyit szólok hozzá, aztán a Robin a szólás, hogy ugye az volt az előbb a kérdés, hogy egyenlő vagy nem. Azt mondtad, hogy nem egyenlő. Majd felolvastam a Filippi 2:6-ot, ott pedig Pál apostol. Hát utána már más igéket kéne neked szerintem felsorolni ahhoz, hogy ez száfold. De ez eddig nem sikerült, de most akkor a Robi. Hova lett a Robi? Ja, ott van. Jó. A látszólagos ellenmondásnak a feloldásába belevágnénk. Ugye nagyon fontos, hogy a Filippi 2:5-11-es vers az egy teljes üdvtörténetet ölel fel, sőt az idő előtt indul, és azt írja, hogy ki Isten formájában volt, nem tekintett a zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő. Ez az az állapot, amelyből a Krisztus az örökké valóságban indult, amikor ugye ő megszületette. Ezzel kapcsolatban több ige vers van,
nagyon ismerte János 3.16, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Tehát itt az, hogy Istentől született, az nyilvánvaló. Filippi 2.6-ban nyilvánvaló, hogy ő Istennel egyenlő. Viszont ugye megüresítette magát, és emberekhez hasonlóvá lett. És mikor emberállapotban találtatott, akkor alázta meg magát, és emberállapotban szenvedett keresztet, és emberállapotban magasztalta fel őt Isten, és ajándékozott neki olyan nevet, amely minden név fölött való. Ha nevesíteni akarjuk ezt, ő mint szabadító, tehát mint Jézus, Jehosua, ő a megtestesülése után kapta ezt a nevet, és igazából a Messiás, mint felkent, az már az örökké valóságtól kezdve megvolt neki. Tehát igazából nincs ellentmondás abban, hogy Istennel egyenlő volt, majd pedig kiüresítette magát, és utána emberként a földi küldetése elvégzése következtében kapta meg azt a nevet, amely minden név fölött való. És hogy ezt alátámasztja más ige is, hogy az a dicsőség az régtől fogva, kezdettől fogva megvolt. Neki ez a János 17.5-ben tudnám mondani, és ezzel zárnám a mostani blokkot. János 17.5, és most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amellyel bírtam te nálad a világ létele előtt. És csak annyit fűznék hozzá magyarázatként, hogy Jézus elmondja a kereszt halál előtt, hogy azzal a dicsőséggel fogja őt az Atya megdicsőíteni, amellyel már bírt régebben is a világ létele előtt. Most nem tudom, hogy ott mennyi, hogy látszik, bár úgy sincs csak az én kamerám ott megosztva, szóval lehet, hogy mindegy is, hogy mennyire vagyok benne a képben. Rendben, elhangoztam. Nem osztok, mert ja, nem muszáj. Nem muszáj, csak azt akartam tudni, hogy benne vagyok egyáltalán a képben. Oké, az egyik az, hogy, és ez csak valami, amit felvetek, hogy kíváncsi vagyok, hogy mi az, ami a válasz. Mert ugye arról beszél, hogy a világ létele előtt, magyarul a világ teremtése előtt, de az nem azonos az örökké valósággal. A világ teremtése előtt még születhetett, mint ahogy az én elgondolásom szerint született is a fiú egy pontján az örökké valóságnak, ami kettő részre osztja az örökké valóságot, az ő születése előtti és utáni időszakra. Szóval csak az, hogy azt mondja, hogy a teremtés előtt létezett, az nem azt jelenti, hogy öröktől fogva létezett. Az csak azt jelenti, hogy a teremtés előtt ő már létezett, vagyis ez a preexisztens létező volt ő. Szóval ez az egyik, nem tudom, hogy erről mi a vélemény, vagy van erre vers, hogy rögtön fogva létezett, de talán ez nem is olyan fontos ide. Elhangzott az, hogy egyszülött, ez az egyszülött a János 3.16. Maga az egyszülött dolog azt feltételezni, hogy egy ponton ő, az ő léte elkezdődött. Ez nem azt jelenti, hogy ő egy teremtett lény, ez azt jelenti, hogy ő nemzett az atya, vagyis ő az atyából származik, míg minden más általa lett. És ez két különböző dolog, maga a teremtés, meg az, hogy ő származik tőle. És ezáltal nem is lehet egyenlő, hisz a fiú amúgy is egy feltételes lény, aki, vagy legyen személy, egy feltételes, neki feltétele az atya létezése, míg az atyának nem feltétele az ő létezése, tehát a kettő nem lehet egyenlő ilyen módon. Sem. Mennyi? Akkor meg nincs is több időm, úgyhogy lehet, hogy ezzel bezár. Mondjad. Rendben. Három perc akár. Jó, az pedig, hogy a fiú az egyenrangú az atyával, az nem lehet, hisz érdekes módon, amit te mondtál, a János 17.5, most te dicsőíts meg engem magadnál azzal a dicsőség, amelyet bírtam. Kettő verszakkal fölötte azt mondja a fiú, hogy az örök élet, szóval az örök élet az, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztus. Szóval egyetlen igaz Isten van, és az az Atya. Megismerjenek téged az egyetlen igaz Istent. És ez nem csak itt, hanem Saul vagy Pálnál is visszaköszön, mindazonáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, akitől a mindenség. Szóval az írás következetesen az Atyát azonosítja az egy igaz Istennel. Az, hogy a fiú is ezt a rangot megszerzi, az pusztán annak köszönhető, hogy az Atyától kapja ezt a dicsőséget, mint ahogy ezek a szakaszok szerintem demonstrálják azt. Hogy Jézus nem Isten?
Most én ha válaszolok, akkor beleszólok a 2 percedbe. És nem tudom, hogy válaszolok szívesen, csak nem akarnám, hogy reagáljatok erre. Egy mondattal válaszolj. Nem ő a mindenható, az egyetlen igaz Isten az nem ő. De az Istennek vannak jelentés árnyalatai is, szóval ha abba belemegyünk, akkor... Hát akkor, akkor ő nem Isten. Ő nem a mindenható, egyetlen igaz Isten. Az ószövetségi proféciák nem róla szóltak? Jézus Krisztusról? De. Ség? De. Ha Jézus Krisztusról szóltak az ószövetségi proféciák, és létezés előtti szeméről beszélünk, tehát mikor Jézus Krisztusban megtestesült az Isten, akkor ő valójában nem Isten? Azt nem tudom, hogy megtestesült-e benne az Isten. Azt tudom, hogy Isten szava ő. Akkor jó, akkor figyelj, elolvasom neked. 2 igét fogok elolvasni. A zsidó levél. Igen. Elolvasom az zsidó 1-1-től. Minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott, ugye erre utaltam, hajdan az atyáknak proféták által, az utolsó időkben szólott nekünk a fia által. Kit tett mindenek örökösévé, ki által a világot is teremtette. Ki által teremtette a világot? A fiú által. Ki az ő dicsőségének visszatükröződése? Haló, a dicsőségnek a visszatükröződése. Az atya személyének és természetének visszatükröződése, az ő valóságának a képmása, aki a hatalma szavával fenntartja a világ mindenséget, aminket a bűneinktől megtisztítván ül a felségesnek jobbján a magasságban. Annyival kiválóbb lévén az angyoloknál, amennyivel külön nevet örökölt azoknál. Tehát az angyoloknál magasabb szintű személy, mert kinek mondotta vala az angyalok közül? Én fiam vagy te, én ma szültelek téged, és ismét én leszek néki atya, és ő lesz nékem fiam. Vagy akkor a Kolosse levélhez lapozzunk. Igen, itt vagy? Igen, itt vagyok. 1:15. 13-tól olvasom. Ő szabadított meg minket a sötétségnek a hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába. Kinek az országába? A szeretett fiának az országában. Akiben van a mi megváltásunk, és bűneinek a bocsánata. Kiben van meg a bűneinek a bocsánata? Krisztusban. Ő a láthatatlan, figyelj, ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény között. Mert benne teremtetett minden a mennyen, a földön, a láthatók és a láthatatlanok. Tehát minden ilyen Krisztusban teremtetett, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, és minden általa és reánézve teremtetett, mert ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak is, és ő a kezdet, az elsőszülött, a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Uh-huh. Visszatérjek a héberekhez, első fejezethez? Azzal kezdjük. Akár, így van. Okay. Az első, amit csak érdemes lenne feljegyezni nektek, hogy mit jelent az, hogy az Isten szólott. Ki az Isten? Mikor azt mondja az első versben, ezt majd utána meg tudod válaszolni. Hogy ki az Isten? Mert ugye van egy Isten, aki szól ezen karakterek által, aki atyák, proféták és az ő fia által. Mert ugye elkülönít 2 karaktert. Az egyik az Isten, a másik pedig a fia. Szóval ez az egyik. Ráadásul ez az Isten érdekes módon teszi mindennek az örökösévé ezt a fiút. Hogyha a fiúnak lenne hatalma önmagában, ő Isten lenne, nem lehetne őt tenni örökösévé, hisz ő az lenne. Az, hogy teszi örökösévé, az azt jelenti, hogy ráruházza az egész világot. Valakinek a hatalmában van a világ, átadja egy másiknak, szóval 2 nem lehet ilyen formán, legalábbis szerintem egyenrangú.
A hármas vers viszont teljesen nyilvánvalóvá teszi, hogy a kettő nem egyenrangú, hisz azt mondja, hogy a dicsőségének ez a fiú a visszatükröződése, szóval még csak nem is a dicsősége, hanem annak a visszatükröződése, és az ő valóságának, azaz ami ő, ez egyébként mint természetet jelentett abban az időben ez a hypostasis, szóval az egész lényegének ez a másolata, ez a fiú, ami tökéletesen illik abba a sorba, amiről én beszélek. Létezik az atya, nemzi a fiát, aki az ő dicsőségének a visszatükröződése, a valóságának a képmása, bemutatja őt a világban, és mindent általa teremt. Szóval a kettő nem egyenrangú. De ez egyébként később még inkább szerintem világossá válik, mikor azt mondja, és persze értem, hogy a Zsoltárok 45-ös fejezet, te királyi széged, ó Isten örökön örökké, felkent téged az Isten a 9-es versben. Szóval Isten felkeni, tehát hogy lehet Istennek egy istene, aki felkeni? A felkenésnek az a lényege, hogy van valaki, aki hatalmat átruház egy másikra. Szóval ha ő Isten lenne magától, bírván azt a hatalmat, nem kellett volna, hogy bárki felkenje. Na mindegy, itt ezt lezárom itt. De akkor villámgyorsan még a kolosséiakhoz átmennék, az pedig azt mondja, hogy minden teremtménynek előtte született. És ez prototokosz magyarul első szülött. Ez azt jelenti, hogy valaki először született. Hogyha visszamegyünk az Ószövetségbe, akkor ott számos helyen használja ezt a Septuaginta, ezt a kifejezést, hogy prototokosz első szülött. Ami azt jelenti, hogy mit tudom, Ábrahámnak az első szülöttje ez, Izraelnek az első szülöttje Ruben, stb. Azt jelenti, hogy először született, magyarán először nemzette őt. És nem is lesz időm másra, de azt hiszem, hogy elég is, talán ez egyértelműsíti azt, hogy mi az én elképzelésem erre. De még esetleg, bocsánat, annyit megkérdeznék, hogy értelmezitek ti azt, hogy elsőszülött? Egyelőre én másról beszélnék. Nincs gond. Mert fegyülem lettek kérdések. Ugye az előbb felmerült, amivel teljesen egyetértünk, és ezt szeretném is leszögezni, hogy olyan megtörtént, hogy az atya az örökké valóságban megszülte a fiút, olyan viszont nem történt, és nem is történhet meg, hogy a fiú megszüli az atyát. Tehát innentől kezdve a teljes egyenlőség úgymond nem lehetséges. Tehát azért hívják az egyiket atyának, a másikat fiúnak. Tehát valójában itt ebben a dologban ténylegesen látszik a különbség. Viszont az atya mindent a fiúnak adott, és azt mondta az ige, hogy melyikkel kezdjem. János 5.26, mert amiként az atyának élete van önmagában, aként adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. Tehát ez egy nagyon kemény kijelentés, és ez azt mondja, hogy Istennek az a típusú szuverén létezés, ami mindentől függetlenül létezik, azt odaadta a fiúnak is. Tehát az az állítás, hogy a fiú az atyától függ, az olyan módon igaz, hogy az atya és a fiú egységben vannak, és a Szent Szellemmel is egységben vannak, és ezt ők nem akarják feladni, és nem akarnak ebből kilépni, de a fiúnak megvan az a lehetősége, hiszen élete lett önmagában. Tehát innentől kezdve nincsen arra rászorulva, úgymond, hogy az atyához menjen, mert önmagában is életet kapott, amikor ő megszületett, még az örökké valóságban. És ugye a Róma 9.5 elmondja, hogy Jézusnak a leszármazásával kapcsolatban, vagy bocsánat, a zsidósággal kapcsolatban, akiké az atyák, és aki közül való test szerint a Krisztus, aki mindenek felett örökké áldandó Isten. Amen, mondja ezt a Róma 9.5. Ha azt látjuk, hogy van a test szerint a Krisztus, tehát igazából Izraeltől származik pont szerint, tehát az a földi emberi természet, amit ő felvett, az egy izraeli vérvonal, viszont mindenek felett örökké áldandó Isten. Tehát gyakorlatilag örökké, ez azt jelenti, hogy ezt nem úgy közben szerezte, ezt a dolgot. És a másik ige is mondja, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Tehát igazából mind a múltban, mind a jelenben, mind a jövőben
gyakorlatilag ugyanaz a természete, nincsen, hogy valamilyenféle evolúción ment volna keresztül. De én a Róma 9-5-tel zárnám így, hogy mindenek felette örökké áldandó Isten. És akkor gyorsan hozzáteszem, hogy mi a véleményem az elsőszülöttről. Az elsőszülöttről az a véleményem, hogy ő az atyának a természetét örökölte, és teljes egészében isteni természetet kapott. És ha megnézzük, és felosztottuk, hogy az örökké valóságot, bár ez nehéz, egy olyan időszakra, ami a fiú születése előtt volt, és egy olyanra, ami a fiú születése után, ezt egészében kezeli a János Evangélium 1-es fejezet, mely azt mondja, hogy kezdetben volt az ige, és az ige volt Istennél, és Isten volt az ige. Ez kezdetben Istennél volt. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. És a 14-es verse ugorva, és az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk. Tehát nyilvánvaló, hogy itt Jézus Krisztusról beszél, amint testé lett igéről van szó, és azt mondta, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt. Tehát Jézus Krisztus, mint fiú, már a megszületése előtt is az atyában volt benne, és gyakorlatilag Isten rangja volt, Isten volt az ige. És a másik az, hogy ezzel kapcsolatban azt mondja még a... Ez a nagyon érdekes mondat, a János 1.18, hogy Isten soha senki nem látta, az egyszülött fiú, aki az atya kebelében van, az jelentette ki őt. Tehát nagyon érdekes, hogy az egyszülött fiú, aki Istennek az igéje, hogy az atya kebelében van, nem csak volt a megszületése előtt, hanem az atya kebelében van most is. És úgy tűnik, hogy annak ellenére, hogy önmagában életet kapott, továbbra is az atya kebelében van. Ez egy nehezen megérthető dolog a számomra is, én csak körbejárom azokat az ige verseket, amiket ezzel kapcsolatban kijelent a Biblia. Rendben. Én maradok 3 percnél, nem hibáztatok senkit, csak nagyon túl sok fel fogok gyülemleni, és nagyon nehéz lesz, annyira el fog húzódni a... Nem akarok rengeteg mindent csak így elkezdeni most sorjázni, mert nem fogtok tudni reagálni rá, meg én se erre. Aztán nem akarom, úgy csak elvesznek dolgok majd az éterben. Szóval lehet, hogy inkább, ha közelítünk olyan 2 percnél, akkor szóljam. Szóval számos dolog elhangzott, ami úgy gondolom, hogy problematikus arra nézvést, hogy a kettőnek egy a természete. Ráadásul ezeket te mondtad, hogy egyet értesz velem. Most lehet, hogy csak, vagy meg ezek a szakaszok majd megmagyarázzák, de azt mondod, hogy ha jól értem, hogy az örökké valóságban megszületett, de úgy, hogy az atyában volt benne. Szóval kellett, hogy legyen egy pont, amikor onnan kijött. Mert ugye azt mondod, hogy a kebelében volt, szóval ha volt egy pont, amikor már nem a kebelében volt, akkor az azt jelenti, hogy megváltozott a természete, hiszen egyszer ott volt, aztán meg nem. Ami mellesleg nem is egy új gondolat, hanem ez számos óegyházi író kinyilvánította ezt, amiről te beszélsz, meg én is egyetértek vele, de kellett, hogy egy természetbeli változás történje, ha egyszer benn volt, aztán kint lett. Ez az egyik. A másik az, hogy még talán az is elhangzott, hogy az atya, vagyis nem is az, hogy elhangzott, hanem nem tudott más elhangzani, mint az, hogy a János, amiről szó volt, hogy az atyának örök élete van, és azt adta a fiúnak, és ez most hirtelen, na mindegy. De a lényeg az, hogy az atyának örök élete van, és azt adta a fiúnak, az azt jelenti, hogy a fiúnak nem volt örök élete, szóval a természete nem lehetett azonos az atyáival. És még egy olyan is, mint hogyha azt is hallottam volna, hogy onnantól nincs rászorulva, miután megkapta ezt az örök életet, de addig rá volt. Tehát van egy változás a természetében ezek alapján. És ezzel én egyetértek, hogy van. Sőt, olyannyira, hogy van, hogy héberekhez azt írja az 5-ös fejezet, akkor ez lesz a vége. Az 5-ös fejezet azt írja, hogy ám bár a fiú megtanulta azokból, ezekből a szenvedésből, amit itt átélt. Megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet. Hogy ha engedelmes lett volna előtte, nem kellett volna tanulnia. Magyarán megváltozott a természete. Olyannyira megváltozott, hogy azt mondja, hogy teljességre jutott, vagy tökéletességre, örök üdvösség szerzője lett. Tehát egyértelmű, hogy megváltozott a fiú. De ez, és ezzel befejezem ezt, mert túlszaladtam már minden időn, de ez a második fejezetben is valahogy előjön,
a héberekhez, csak most nem akarok ezzel időt vesztegetni, hogy keresem. Úgyhogy inkább csak visszaadom a szót. Én reagálnék erre, mert tudtam azt, és a Biblia sem állítja sehol, hogy Krisztusnak a természete bármikor is megváltozott volna, mert alapvetően azzal, hogy ő az atyával egy volt, és ugye kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, ezáltal, és Isten volt az ige, ezáltal neki isteni természete volt. És gyakorlatilag azzal, hogy ő megszületett, azzal ugyanúgy nincsen semmilyen változás a természetében, mint ahogyan a természetes szülésnél sincsen semmilyen változás, hiszen ugyanaz az emberi természetű magzat van bent az anyában, mint aki megszületik. Semmilyen módon nincsen változás, sem genetikailag, sem lélekben, sem szellemben. Nincs olyan, hogy a születés pillanatában kap meg valamit. Ezt ugye onnan is lehet bizonyítani, hogy ha netán valaki koraszülött, akkor gyakorlatilag a természetes szülés teljesen megkerülve a magzatot ki lehet venni az anyából. És tehát nem, nincs szó a természetről, nincs. Én nem mondtam semmi olyasmit, és nem is fogok, hogy Istennek a természete megváltozik, hiszen pont azt mondja, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Nem változott az ő természete. Annyi változott viszont, hogy isteni természete mellé emberi természetet vett fel. És ez az emberi természet, ez most már megmarad örökre. Tehát gyakorlatilag ez az a természetbeli változás, amit isteni természetéhez hozzátett, de ez nem azt jelenti, hogy az isteni természetében változás történt. És ugye a másik igére is visszatérek, amint az a János 5.26, mert amiként az atyának élete van önmagában, akként adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. Ezt az akként adta a fiúnak, ezt ugye nyilván én látom, hogy bármikor adhatta, tehát értelmezhetjük úgy is, hogy adta mondjuk a kereszthalál után. Én úgy értelmezem, hogy adta a születésekor rögtön, tehát az örökké valóságban, és ezt azért is értelmezem úgy, mert amikor azt mondja a Róma levél, hogy mindenek felette örökké áldandó Isten, akkor ezeket az igéket máshogyan nem lehet. Tehát nem ír a Biblia olyan Krisztusról, aki nem volt mindenek felett áldandó Isten, de aztán egyszer csak az lett, aztán utána most Isten adott neki valamilyen dolgot. Minden, amit Isten úgy adott neki, tehát a felkentség és az egyéb ilyen dolog, ami emberként hozzájárult az ő szolgálatához, az az emberi természetéhez járult hozzá. Krisztusnak az örökkévaló isteni természetében nem ment át változás. Erre nem látok semmilyen igét, és mindezen igék viszont ezzel szemben vannak, úgyhogy ezt, hogy természetében változás történt, ezt én abszolút nem látom sehol. Akkor azt mondja, hogy mert amiként az atyának élete van, vagy pillanat, most mintha úgy tűnne, hogy valami van a, legalábbis nekem kiírogatott ilyen dolgokat, vagy korlátok. Nekem azt írta, hogy az élő adásból nem jogosult ajánlásra és korlátozottra jelenik majd meg a keresési eredmények között a következő 10 perc, mert 10 percben, mert Jehova útja feltehetően ezzel kapcsolatos kockázatokat mutatott. Dohány termékek fogyasztása vagy birtoklása. Nagyon jó. A korlátozást akkor oldjuk fel, ha az illető kapcsolata megszakad. Lehet, hogy valaki rányomott erre, de nem mindegy, én nem tudom, nem is akarok ezzel foglalkozni, most inkább reagálnék erre, csak nem tudom, hogy miről van szó. Mert amiként az atyának élete van... Akkor 10 perc, ha megszakad az alba? Nem hiszem. Korlátozva van. Azt mondja, hogy bizony-bizony mondom nektek, hogy eljön az idő, és az most van, mikor a halottak hallják az Elohim szavát, fiának szavát, akik hallják, egyébként teljesen mindegy. Ha emberként adta neki az örök életet, akkor az a probléma, hogy lehet, hogy az isteni természet nem birtokolta az örök életet. Ha meg a preexisztens időben akármikor adta neki, akkor meg azt jelenti, hogy abban a pillanatban változott meg a természete, amikor megkapta. Tehát így vagy úgy, de megváltozott a természete. Ezzel az élet, az önmagában való élettel kapcsolatban. De a
mindjárt nem jelenti azt, ez továbbra is ragaszkoz, de mindig nem jelenti azt. Mindjárt befejezem, és akkor... Azt mondanám, hogy ez egy olyan típusú hozzáfűzés, amely érvelési hiba. De nézd, tehát azt akarom mondani, mondani, hogy... Tehát premisszára ráfűzöl egy konklúziót, ez nem jó szerintem. Nézd, én türelmesen végigvárok mindenkit nagyon szívesen, de nem fog versenyezni az, hogy ki beszéljen. Szóval vagy tartjuk magunkat ahhoz, amit megbeszéltünk, vagy csak hallgatom, amit mondott, és kész. Nekem az is jó, de nem haragszom. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaoutja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.